Akit ma kávézni hívtam, rekorder abban, hogy hányszor aludt Európa utcáin, parkolóiban és zuhanyzott kamionsofőrök részére fenntartott zuhanyzókban, Keleti Andrea. Szerintem, ha itt abba hagyom, akkor mindenki megrökönyödve néz. Ugye ennek gyakorlatilag az oka az volt, hogy amikor táncosként jártatok, hisz tízszeres amatőr, illetve profi magyar bajnok vagy, de világversenyeken is megmérettetek, olyan kevés pénzetek volt, hogy nem volt szállás. Emlékszel még ezekre az időkre? Hát most, hogy így felemlegeted, így hirtelen előjöttek ilyen halvány emlékek, de már nagyon-nagyon régóta nem gondolok erre az egészre valahogy. Egy teljesen más életet élek, és ez úgy lassacskán feledésbe merül valóban. Pedig igazán nagy kalandok voltak ezek. Ugye annak idején magyar bajnokként mi igyekeztünk a világranglistán is minél jobb helyezést elérni. Ez azt jelenti, hogy számos világversenyen kellett ott lenni, világkupákon, világbajnokságon, csak világranglistákon. Pénz. Hónapról hónapra utaztunk Európába, többnyire mindig autóval, és aztán mindig volt. Ha szerencsések voltunk, akkor volt egy éjszakánk a szállodában, azt ott finanszírozták a meghívók, de ezt többnyire a verseny után vettük igénybe, hiszen hajnalba véget ért a verseny. És akkor a verseny előtti éjszaka, mert hát azért végül is egy délelőtt 10 órakor kezdődő világversenyre azért nem árt, ha az ember előző este megérkezik, olyankor pedig de valóban hihetetlen helyeken tudtunk eltölteni éjszakákat. Úgy kell elképzelnem, hogy ilyen colstok üzemmódban összek, miközben másnap a testedből kellett kihozni a legtöbbet. De hogyha visszanézzünk, ez egy romantikus film, és nagyon aranyos sztori, megérte? Mindenképpen, mindenképpen. Mit adott? Hát kicsit álnaív a kérdés. De ahogy most így felderült az arcod, tehát az életednek az a korszaka, az mit épített beléd? Én azt hiszem, hogy mindenkinek van egy álma, ami ő szeretne lenni. Én annak idején, amikor ilyen 13-14 éves voltam, akkor ment a Flashdance a moziban, és akkor én egy ilyen világhíres táncos szerettem volna lenni. Én még arra fogyókúráztam, arra a zenére, ez már nem hiteles. Te meg arra táncoltál? Vagy igen, az én meg arra lenni? Táncoltam, fölugrottam a kanapéra le, és éreztem, hogy én is szeretnék egy világhíres táncos lenni, és aztán végül is abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ez tulajdonképpen megvalósult. De az is eszembe jutott, hogy igen, megvalósult, de gyakorlatilag neked kimaradt igazából a kamaszkor. Már az a fajta kamaszkor, amikor jövünk, megyünk, lótunk, futunk, és nem csak táncpróba, edzés, kuporgatni a pénzt, annak idején még vartál ruhákat, hogy valahogy összeragd a munícióra valót, tehát hogy a hiány és a hozadék, ez nem jutott eszedbe, hogy... Nem, az nem merült föl. Egyébként nem csak ez maradt ki. Tehát, hogy utólag, amikor a férjemmel kezdtem aztán versenyezni, és kimondtuk azt, hogy mostantól kezdve nem megyünk el annyi versenyre, ám de ha elmegyünk most életünkben 48-szor is Párizsba, akkor egyszer elmegyünk egy múzeumba és megnézzük, vagy körbejárunk Párizsba, vagy ugyanez London tekintetében, vagy Kopenhága tekintetében, mert hogy mi mindig úgy mentünk, hogy elindultunk hajnalba, odaértünk késő éjszaka, versenyeztünk, és hát vagy ott maradtunk a szálláson, vagy nem, mert nagyon sokszor az is előfordult, hogy nekem már vasárnap délután tanítani kellett itthon. Tehát, hogy egy ilyen nagy üzembe azonnal a verseny után jöttünk haza. Te gyakorlatilag, Andi, te 13-14 éves korod óta dolgoztál is. Keményen egyébként. Tehát, hogy mondjuk talán inkább 16, akkor kezdtem, hiszen én akkor ruhaipari szakközépiskolába jártam, akkor kezdődött a maszek butikos korszak. Tudom, és már azt egyeztettük egyszer, hogy lehet, hogy az a hosszú farmer kabát, ami nekem volt, azt lehet, hogy annó te voltad. Igen, vartad. Mert hogy suli után éjszakánként vászoningeket, vászonszoknyákat, akkor az volt a divat azokat. Na de korán kezdtél el dolgozni, tehát az is tanít valamire. Tehát te nagyon egy becsületesen beosztó, malacpersejbe gyűjtő, önmagaddal szigorú kiscsaj, és aztán felnőtt nő lettél ennek okán? De mondom, én ezt nem így éltem meg, hogy én önmagammal szigorú vagyok, én azt éltem meg, hogy én megteszem, amit álmodtam. Aha. Tehát, hogy én imádtam edzésre járni, én imádtam, hogy minden nap ott töltöm az összes szabadidőmet. És a varrógép fölött görnyedni egyébként este? Pedig imádtam varni, és úgy tetszett, hogy fölakasztom a fogasra, ma 14 inget vartam, és ott lógnak, és olyan büszke voltam rá, hogy ezt ma éjszaka meg tudtam még csinálni, vagy hát aztán később már nagyobb dolgokat, mert ugye később meg már táncruhákat vartam, nem csak Magyarországra, hanem még külföldre is néha. És akkor az is olyan nagy büszkeség volt, az olyan, hát az egy abszolút kreatív munka, a saját tervezésem, a saját
kézi munkám, a saját, minden a saját, és az... Ez ma már nincs? De, hogy ne lenne. Hát ma is csinálom. Hétköznapi ruhákat nagyon ritkán varrok. Az csak olyankor, amikor valami speciálisat gondolok ki, azt gondolom, hogy nekem csak az az egy dolog állhat jól, és az egyáltalán nem divat, sehol nem lehet kapni, akkor nyilván sokkal egyszerűbb nekiülni és megvarni, de inkább csak az ilyen különleges, és legfőként a táncruhák. Hát arra aztán van igény, hiszen van nekem a táncszínházam, ami még működik, és aminek minden jelmezét én, meg a férjem testvére, tehát a sógornőm, mi ketten együtt varjuk. Tehát nem csak tervezed, hanem effektív, odaülsz, és... Persze, hát mire az ember valakinek elmondja, hogy mit akar, hogy az hogy legyen, és akkor az pont nem úgy sikerül, hát azt én tudom, a fejembe benne van. Meg azért sokszor ez úgy alakul, tehát az ember kitalál valamit, hogy az úgy jól néz neki, esetleg meg is rajzolja, de azok az arányok, amiket egy papírra raksz, azért mégsem azok az arányok, amiket hát... képviselsz. Feltétlenül. Na de hogyha ma ott tartunk, hogy oké, még odaülsz a papírhoz, odaülsz a varrógéphez, és táncolni? Táncolni azért már egyre ritkábban, legalábbis azt a fajta táncot, amit én annak idején olyan nagyon szépen tudtam csinálni, arra már nem marad idő. Azért ez az oka, amiért még mindig néha-néha elvállalok fellépéseket, habár egyre ritkábban. Inkább csak abban a közegben, hogy megy a táncszínház, viszem a pompás táncosokat, gyönyörű fiatal táncosnők, csinos táncos fiúk, és akkor egy-egy szóló, inkább ilyen karaktertánc, tehát ahol az ember nem gondol arra, hogy deciki, hát elmúltam 40 éves, hát akárhogy is azért az látszik. Az ember még ha a lába vastagabb, még akárhogy is, még ha kilóban nem is több, mert hát csak kihordott két gyereket, átalakultak az arányok valamennyire. És akkor de ezeket a karaktertáncokat szívesen csinálom, mert egyébként meg imádok a férjemmel próbálni, és akkor ilyenkor van hivatkozási alapunk, hogy együtt gyakoroljunk. Hogy igen. Ne külön oktassatok, vagy igen. Ne éppen intézkedd a marketinggel kapcsolatos, igen. Nem tudom mit, míg ő a teremben dolgozik, hanem végre összekapaszkodjatok. Azt mondhatjuk, hogy nekünk muszáj ezt csinálni, és akkor nagyon jól érezzük magunkat. De otthon néha a nappaliba és táncra perdültök? Mi mindenhol. Mi mindenhol képesek vagyunk táncra, mert valami eszünkbe jut például. Hát ugye a koreográfiákat most is aktívan készítjük, mert mikor mi van. Például ugye a tánciskolánkban rengeteg gyerek van, őnekik fél évente csinálunk egy színházi előadást, ahol ők a szülőknek megmutathatják, hogy mit tudnak. És azért az nagyon nagy kreativitást igényel, az valami olyasmi, mint a szombatesti láz, tehát hogy ők még nem tudnak táncolni igazából, még nem olyan kecses a mozgásuk, hiszen fél éve, egy éve kezdték, egy héten csak egyszer járnak, de mégis megpróbáljuk, hogy valahogy a színpadra összeálljon egy olyan dolog, aminél azt mondja az anyuka, hogy azt a mindenit, de ügyes és szép az én gyermekem. De ha anyukaként megy oda valaki, abból is kihozol egy ilyen élményt? Mert hogy azt néztem, hogy 5-től 99 éves korig kvázi, hogy bárki mehet, nem csak a pici tehetség, hanem akár, hogyha valaki hobbiként, vagy szórakozásként, vagy sportként akarja választani, akkor is jelentkezhet. Hát ez egy iszonyú nagy élmény tényleg, tehát... Az, hogy ott csetlek, botlok, és nem tudom, hogy melyik a bal lábam, meg a jobb, de vagy először pont az, is hogy ez megtanulom. Nem így van, tehát hogy eljössz, és olyan szépen van fölépítve ez az egész tananyag, hogy tényleg mindenki meg tudja csinálni. Nagyon sok ismétlés, nagyon sok gyakorlás, nagyon sok pozitív élmény, nagyon sok pozitív megerősítés, és semmi olyat nem várunk el, amit ne lehetne bárkinek teljesíteni, és aztán egyébként meg ez az egész dolog átcsap egy felnőttnél egy pár hónap alatt már egész másba. Tehát, hogy lehet, hogy valaki azért jön el, mert nem tudom, a sógornőjének esküvője lesz, vagy a sógornőnek... tudom, valakinek esküvője lesz, és mondjuk nem szeretne egész este ülni, és akkor megtanul egy pár lépést, hogy részt tudjon ebbe venni, és akkor rájön, hogy ez az egész teljesen másról szól. Ez egy olyan, például egy házaspárnak. Képzelj el egy házaspárt, nyilván nem tudsz egy ilyen helyzetet készíteni. Igen, van két gyerek, arról szól az élet, hogy mit csináljon a gyerek, milyen iskolába járjon, milyen ruhát vegyen föl, kifizesse ki a gázszámlát, mikor csupa intézzük. Vidám téma. Igen, tehát hogy az élet az tulajdonképpen egy idő után a házaspárnál erről szól. A kooperációról és a megoldásokról. Igen. És igazából még ha el is mennek nyaralni, még ott is sokszor arról beszélnek, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen, és akkor beiratkoznak egy tánciskolába, a férfi tele aggodalommal, hogy most mi lesz vele, meg hogy ő biztos falábú, és egy másfél hónap után rájönnek, hogy
Másfél órán keresztül egymás szemébe néztünk, csillogott mind a kettőnk szeme, boldogan nevetgéltünk, elfelejtettünk mindent, ami körülöttünk van, és ez egy olyan feltöltődés, és ez olyan, mintha újra megélnéd azt, hogy te most udvarolsz, mert első randi, második randi. Várjál, most akkor elkezdem kapizsgálni, lehet, hogy ez a ti titkotok a te pároddal, hogy most már vagy 14 éve, azért időnként refrénszerűen egymás szemébe néztek, és roptok, vagy hogy? Annak mi a koreográfiája, hogy ez működik? Mert azért most belegondoltam, hogy ugye tudható, hogy gyakorlatilag a szemed láttára nőtt fel a férjed, és van köztetek 10 év különbség. Igen. Ez ugye akkor, amikor 28-18-ban gondolkozunk, talán még furcsább, mint amikor 40-30-ban. Igen. De az élet titeket igazolt, holott biztos vagyok benne, hogy sokan húzták a szájukat, vagy kétkedtek benne, hogy ez működhet, vagy egyáltalán. De ezt hogy csináltátok? Mert szerintem nem az számít, hogy ki hány éves. Tehát lehetne fordítva is, lehetne köztünk, nem tudom, hogy ennél több korkülönbség is mennyire lehetne, de szóval, hogy két embernek stimmelnie kell, leginkább a tempójában, én azt hiszem. Te vagy az éretlenebb, vagy ő volt az érettebb? Most nem félreértve, vagy nem negatívan. Tehát érted, a személyiségfejlődésnek az ember 30 éves nőként áll egy fokán. Egy 20 éves srác is. De hogy ez a kettő így tudott illeszkedni? Hát nyilván én a koromnál még most is néha egy kicsit komolytalanabb vagyok. Tehát, hogy én próbálkozom, ha bár egyre nehezebb, nem belesüpedni ezekbe a problémákba, hanem ilyen viccesen túllépni az egész életen. Amennyire lehet. Persze vannak helyzetek, amik megkívánnak némi komolyságot. És a férjem pedig biztosan, hogy 20 éves korában sokkal érettebb volt, mint egyébként egy 20 éves, vagy bölcsebb, vagy nem tudom, van benne valami, amit számomra hihetetlenül tiszteletre méltó. És ez a fontos. Tehát, hogy nem egy harmadik gyereket neveltél te? Nem, kvázi. Abszolút nem. Sőt, hát ő a legfőbb bizalmasom, rögtön az elejétől kezdve, a legfőbb tanácsadom, tehát, hogy amit ő mond, az biztos igaz. Tehát, hogy ő annyira jól lát például engem kívülről, annyira jól ítél meg helyzeteket kívülről. Ugye ő volt az, aki 20 évesen elvett engem feleségül, vagy 21, és utána azt mondta, hogy nézd, Andra, te meg már 30 elmúltál, úgyhogy ha szeretnénk gyereket, akkor az valószínűleg most kellene, én készen állok, mondta ő. Úgyhogy ha ez azt jelenti, hogy most te egy évig, két évig, öt évig, ki tudja hány gyerekünk lesz, otthon akarsz lenni, mert akkor én ezt itt vállalom. Tehát nyilván ilyet nem mond azért minden 20 éves, ezt lássuk be. De te sose féltél? Nem a társadalmi előítéletektől vagy konvencióktól, mert azt tényleg dobjuk sútba, hát aki aludt a parkolóba, az más egyébre is képes. De hogy így megy az idő, és akkor, hogy ott van egy fiatal férj, majd lecserél engem egy friss húsira, most a sztereotípiákat mondom. Egyébként ez mindig ott van, tehát hogy ez nyilván minden házasságban ott van. Egyébként ott van ott is, ahol 40 éves a férfi és 20 éves a nő. Mert ez 10 év után ugyanépp olyan unalmas tud lenni, ha unalmas akar lenni, vagy ha két ember nem ér, nem illik úgy össze, vagy... De egyébként meg nem merül föl bennem, mert nem is foglalkozom ilyennel, mert mi annyira egy hullámhosszon pörgünk egész nap, hogy nekünk mindig van miről beszélni, hogy mi minden nap valami újabb álmot kezdünk el szövögetni, valami újabb tervet a legkisebbtől a legnagyobbig. És akkor azt újból és újból belevágunk, és újból megvalósítjuk. De jóságosság, de belegondolok ebbe, hát akkor ti tényleg együtt éltek, de a szónak most a szoros értelmében, hiszen azért a munkák meg a projektek is kötnek, nem úgy van, hogy reggel 8-kor elmegy, aztán 6-kor hazajön, kicsit csicsergünk, aztán... Igen, de ez nem tudomány, tehát mindig meg szokták tőlem kérdezni, mi a titka, hogy mi tudunk együtt dolgozni, mert csomó házas pár nem tud együtt dolgozni két napig sem, mert mindenki más takar, mindenki más az elképzelése, kiki erőszakoskodik a párjával, de nálunk ez nincs valahogy, nálunk ez úgy működik, nem is vagyunk. Hát, hogy mindig megkérdezik, hogy ki irányít. Igen, most matriarhátus van, vagy patriarhátus van? Van, amiben én, hiszen vannak olyan dolgok, amit jobban én csinálok egész nap. Többet vagyok nyilván a gyerekekkel, jobban érzek bizonyos dolgokat, és akkor bizonyos dolgokban meg abszolút a Zoli mondja ki, és ebben nincs konfliktus, tehát hogy ez olyan teljesen természetes. De mondjuk jobban vigyázol magadra?
Tehát nekem egyszer azt mondtad, és az annyira belém ragadt az a mondat, hogy, hogy az ember akkor néz ki jól, hogyha belenéz a tükörbe, és csillog a szeme. Nem azt magyaráztad, hogy, hogy a hány szarkalába van, vagy a nem tudom, a micsoda hogy van, hogyha belenézel, akkor te, tehát a saját szemed csillogása nem kopik? Arra kell vigyázni inkább, mint arra, hogy most a lábam vastagabb-e, vagy a, mit tudom én, a karom fel van egy gyúrva. Tehát, hogy hogy vigyázol te hát erre a... A karomra, a lábamra nagyobb kihívás vigyázni. A szemem csillogásával meg az a helyzet, hogy az benne a jó, hogy nem kell rá vigyázni, ez úgy automatikusan van, mert hogy például nemrég volt a gyerekeinknek a tánciskola vizsgája, vizsga előadása, és az történt, hogy az egyik csoportomban az egyik kisgyerek megbetegedett, és ez azt is jelentette, hogy én nekem három táncban föl kellett állnom a gyerekek közé a színpadra, és hát, hogy ne legyen gond, hogy nekem milyen ruhám beleillik-e a többi gyerek formációs ruhájába, én azért egy ilyen kis diszkrét kis fekete ruhácskát fölvettem, és akkor próbáltam úgy csinálni, mint ha én is gyerek lennék, és a vizsga végén pedig az Zoli azt mondta, hogy milyen jól néztél ki, mert hogy ő meg fönnült a stúdiószobában, mert ő csinálta a zenei szolgáltatást végig. És tehát, hogy őnek olyan teljesen természetes volt, hogy azt mondta, hogy milyen kis szálkás a kezem, és csinos voltam, meg büszke voltam. De jó, hogy lebetegedett az a gyerek, így learadtunk egy bókot. És akkor tessék, én meg boldogan, kiegyensúlyozottan, harmonikusan tehát neked megyek ez a... ettől hónapokig. Elkettyent a 40, ez neked nem fáj. Persze, hogy az ember érzi, hogy már csak fele annyit ehet, mint régen, mert ha nem így tenné, akkor... Fele annyit eszel? Hát, vagy negyedét. Mert mikor megyünk hogy? Át ilyen madárüzemmódba? Abszolút mértékben megyünk át madárüzemmódba. Tehát, hogyha, ha hogyan tartod karban magad, akkor például a táplálkozásra mennyiségileg is ügyelsz? Mennyiségileg és minőségileg. Tehát, hogy tudja az ember, hogy vannak dolgok, amik nagyon csúnyán tiltó listásak. Szigorúan tilos. Hát nálam elég sok minden. Hát, hogy alapvetően én hízásra hajlamos vagyok. Alapvetően én egyébként imádok enni, és imádok főzni, és imádom az ízeket. Lett ennek nyoma is, egy kötetnyi. Lett ennek nyoma is szerencsére. És ezért azon nagyon oda kell figyelni. De hát az, ha valaki imád főzni, az például arra jó, hogy ki tud kísérletezni egy csomó olyan dolgot, amit megehet, tehát hogy szénhidrátokat nagyjából nélkülözve, egészséges zöldségekkel, halakkal, stb., amit szeret, vagy amit a család szeret, és azt el tudja készíteni. Ugye végig gondolom, indultunk a parkolókból, meg az amatőr táncostól, ami sztoriként ismerté vált, de akkor ugye nem ismert még úgy a közönség, mint ahogy aztán megismert a Szombatesti Lázzal, ugye, hogy aztán a Csillagszületükben zsűritag voltál, aztán elmentél a dzsungelkedni ott, vagy nem tudom, celebkedni a dzsungelbe, vagy dzsungelkedni a celebben, nem tudom, volt, de megnyerted. És aztán pedig egyszer csak műsorvezetésbe is belekóstoláztál a reggeli műsorban, ahol én egy picit csodálkoztam, hogy vajon az azért nem lépe át azon a határon, és ne érts félre, csak már ugye üzem ezt a mesterséget egy ideje, tehát, hogy ami a legális territórium, tehát, hogy ahhoz nem, hogy ahhoz te értettél, vagy mifajta magabiztosság vitt bele, vagy mifajta kíváncsiság? Hát az volt a szerencse, hogy amikor én azt elmerészkedtem vállalni, mert ez valóban egy nagyon nagy kihívás volt, és talán egy nagyon nagy bátorság, akkor nekem azt mondták, hogy nem baj, ha igazából nem értek hozzá, majd ők mindig segítenek, hogy mi az, ami túlzás, ami rögtön az elején nekem probléma volt, hogy én a beszélgető társaim helyett is szerettem mindent elmondani. Minek is az a vendég? Egyébként ilyen boldogan aludhattak volna otthon. Keleti Andi megcsinálja ezt is, azt is, én is kimehetek akár, és így ellennél és mesélni. Igen, tehát hogy ezen kellett dolgozni például. De azt mondták, hogy nem várják el tőlem, hogy én profi műsorvezető legyek, itt nem ez a lényeg, hanem adjam önmagam, legyek olyan derűs, amilyen egy derűs egyébként én szoktam lenni, ha leülnek velem beszélgetni. Ezt fogják szeretni a nézők, mert reggel ők is szeretnek derűsen ébredni, vagy ha nem úgy ébrednek, akkor szeretik, ha gyorsan rájuk ragad valamiféle jókedv. És az, hogy vége lett, tehát azt a tekintetben nem élted, mert ugye a táncnál van egy átrendeződés, hogy a profiból lett egy tánctanár, vagy egy iskola működtetője, vagy egy színház lelke, tehát hogy ott tudtál egy ívet rajzolni. De a televíziós ismertség, aminek nyilván azért volt hozadéka, ilyen-olyan felkérések, stb., de hogy ott elindultál egy pályán, ami végül is nem folytatódott. Ezt nem érzed kudarcnak, vagy ezt hova raktad? Kirándulás? Igen, tehát hogy én inkább úgy élem meg, hogy tényleg van egy nagyon szép íve az én életemnek, tehát volt egy
nyilván nehézségekkel terhelt, de mégis egy nagyon csodálatos sportkarrier, és onnantól kezdve meg egy csodálatos családi élet. És hát természetesen munka a mellett. És akkor kaptam az élettől ilyen ajándékokat. Tehát, hogy az, hogy én a szombatesti lázban megmutathattam magam, az egy olyan különleges ajándék volt. Végül is egy már leszerepelt, mondjuk úgy, hogy kicsit kiöregedett táncos nő kapott egy olyan lehetőséget, ami gyakorlatilag nagyobb élmény volt, mint amikor a világbajnokságon is táncoltam. Tehát, hogy az valami csoda. Vagy amikor fölkértek zsűrinek. Az is olyan volt, hogy azért a Csillagszületékben zsűrizni nem volt teljesen idegen, hiszen én abban az időben már legalább 10 éve profi voltam, már táncos. És már nyilván zsűriztem rengeteget világversenyeken is. Mint hogy konferáltál is, mondjuk táncversenyeken, hiszen tehát 20 pár éves koromtól kezdve vezettem táncversenyeket például, mert én magam rendeztem rengeteg táncversenyt, kisebb, nagyobb, magyar bajnoki szintű táncversenyeket, sőt nemzetközi táncversenyt is. Tehát, hogy azért mégiscsak volt bennem valamiféle magabiztosság annak terén, hogy én végig tudok mondani értelmesen, remélem, egymás után egy jó néhány összefüggő mondatot. De most, hogy mondjuk e tekintetben a csillogás, vagy a látszás, vagy a jelenlevés csitult, ez most inkább egy békesség, pont rám is fért, vagy azért ott van, és légy egy kicsit őszinte benned a kis ördög, hogy azért visszajönnék. Azért mondom, azt szoktam mondani, illetve erről nagyon sokat szoktunk beszélni. Zoli mindig megkérdezi tőlem a férjem, hogy hiányzik-e. És akkor mindig azt mondom, hogy képzeld el, egyáltalán nem. És aztán milyen érdekes, hogy amikor meg telefonálsz, hogy jöjjek, akkor meg boldogan jövök. Tehát, hogy szeretem ezt a közeget, szeretem az embereket, akik itt dolgoznak a stúdió körül, szeretek beszélgetni a hangmérnökkel, a szerkesztővel, rendezővel, főleg, ha ugye van már közös múltunk, tehát, hogy ismerjük egymást. Vagy egy másik kedves beszélgető partnerrel, mint te vagy, akivel már jó néhányszor találkoztunk, és akivel olyan jó beszélgetni, tehát, de egy Andi pszichológusnál nem lenne hiába. Az ember. Hát én eljössz máskor is, tehát ilyen refrénszerűen ezt bevágjuk ezt a műsorból, ezt igen, a mondatot. Szóval ezeket imádom, és rögtön azt mondom, hogy hurrá, jövök, de nincs bennem kényszer, vagy nincs bennem egy csalódottság, hogy ez nincs. Mert hát csodálatosan alakul a többi dolog. Tehát, hogy egyébként veled élni egyszerű? Úgy fogalmaztál nekem, hogy akaratos vagyok, illetve Nóra, nem akarás jellemez, ha dolgokat kitűzök, mint ahogy annó 10 évesen is, akár édesanyáddal szemben, vagy az ő szándékaihoz képest, és most is akarom, megcsinálom a hangárból a párommal, hogy ilyen szempontból veled nem nehéz. Szerintem egy férfinak velem élni nagyon könnyű. Mert a férfiak olyanok, hogy ők honnan nem szeretnek ilyen lelki... Neked az Olid én azt van. Tudom. De hát jó, de hát már addigra 30 éves vagy. Na mégiscsak azt gondolom, hogy a férfiak olyanok, hogy ők nem szeretnek nyavajgós nőkkel együtt élni, nem szeretnek mély lelki életet élni, minden problémát mélyen megrágni, hanem ők olyan továbblépősek, tehát, hogy ők nem élnek meg semmit olyan drámaian mélyen. Erre azt szoktuk hivatalosan mondani, hogy a férfiak érzelmi intelligenciája nem oly magas, mint a nőké. Na jó, de én éppen azt akarom mondani neked, hogy én valószínűleg egy kicsit ilyen fiús lány vagyok. Tehát, hogy én sem vagyok az a típus, akinek ha valami rossz történik, vagy ha a férje nem úgy néz rá, akkor ezen így elkezd rágódni, és akkor 2 nap alatt egész mélységekbe jut, és úgy érzi, hogy itt összedől a világ, hanem én úgy megértem, hogy ő miért olyan éppen, hogy neki mitől lehet éppen rossz napja, és ezt én föl sem veszem, maximum megpróbálom jobb kedvre deríteni, vagy visszahozni őt, ha valami van. És tehát, hogy nálunk nincsenek ilyen, minél többet beszélünk róla, annál mélyebbre süllyedünk. Igen, nyom. És akkor a végén már úgy érezzük, hogy az egész világ olyan megoldhatatlanul nehéz. hanem mi csak ilyen könnyedén, derűsen lépkedünk, vagyis hát, tehát, hogy egy kicsit ilyen fiús vagyok, tehát meg lehet velem inni egy sört, túl vagyunk rajta, hurrá! Az nincs a tiltó listán? Sör? Egy belefér. A csoki tiltó listán van? A csoki, hát... Ha ajándékban van, akkor jöhet. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jaj, és maradjon a derű. Tényleg. Köszönöm. És gondolkodjunk együtt legközelebb is, ugyanígy egy kávé mellett.
Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.